Nyiner nyo! Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nyiner nyo számtalanodik adásának ünnepélyes felvételén, itt az Astoria szálló mögött, a Kis utcában. Műsorunk vendégei Kolonics Klára. Hello! Oddás Barbara. Hello! Erdős Attila. Yeah! Kis András. Üdv mindenkinek, hello! Göttinger Pálnak hívnak, a mai játékmester szokásos, teljesen lehetetlen operacím gyűjteményével. Dinyés Dániel. Jó napot kívánok mindenkinek, és kezdjük is rögtön el az elsőt, az egy Donizetti opera lesz. A. A San Domingo szigeti dühös ember. Tehát a San Domingo szigeti dühös ember, vagy B. Csoda Cremonában. Mennyire tudja, szórakoztató mellékrovatunk jelentkezik. Nem tudom, ki ismeri azt az igét, hogy kremonálás. És az micsoda? A kremonálás egy gitár technika. A Cremona a hozzáférhető legolcsóbb nejlonhúros gitár volt boldogult gyermekkoromban. Nem tudom meg. Cremonálás. A Cremonálás pedig le, le, föl, föl, le, föl, le, le, föl, föl, le, föl, meg. Ugye így a börtön, a blankában, soha le, le, föl, föl, le, föl, le, le, föl. Az a Cremona. Ez a Cremona. Annyit evel szórakoztat. Tehát. Én szerintem a szigeti dühös ember létezik. Egyszerűen jó cím, úgyhogy ilyen van. Csoda Cremonában leszavaztam. Igen. Igen, többiek. Én szerintem az A hamis. Tehát akkor te B-t mondasz. Ne, nem, azt mondom, hogy az A hamis. Ja, ugye A hamis, bocsánat. A hamis. Én is az A hamisra szavazok. Barbara. Én akarom, hogy legyen dühös ember. Nem vagy ebbe az ügybe. Majd a Dani. Igen. Attila? Attika? Szerintem a B hamis, mert legutóbb is volt valami ilyen nagyon hosszú, lehetetlen cím. És az kérek szépen, az a Livornoi Ácsa, vagy a Iván az oroszok cárja, vagy mi volt? Péter az oroszok cárja. Mindegy, de az a lényeg, hogy a B a hamis szerintem. Jó. Második kérdés. A. Szintén Donizetti opera. A. Az E harangja, vagy B. Riccardo, vagy a kutya esete. Megint a vagy. Tehát A. Az E harangja, B. Riccardo, vagy a kutya esete. Ez olyan, egy Agatha Christie krimi címe. Ez egy Donizetti opera. Én bizalmat szavazok mindennek, amiben van a vagy. Úgyhogy leszavazom. Igen, igen, én is emellett vagyok, hogy ha avagy, igen. Igen. És ki az a Riccardo? Tudni akarom. Az egy valami gróf, gróf, akinek a kutyája női állőtözetben megharapott egy macskát. Na, újabb, már szövegírónk is van. Vagy esetleg csak elesett, és azért esett, mert elesett. Nem, sajnos én nem dőlök be a kutyának, úgyhogy a B a hamis. Én is a B-t mondanám hamisnak. Tiért követ fújtok, mi? Az A hamis. A hamis. Ati, valahogy nem tudom, milyen etikai alapon marad mindig utolsónak. De hát... Megfigyeli, jó. Ja, igen! Semmi tudtai részen. Nem is tud mindent, és nem akarja. Nem, neki nagyon sokáig tart felfújni a kérdést. Végre érti meg. Ja, mert egy tenor szekund, persze, igen. Na kérem. A következő kérdés, még mindig Donizetti operánál. Még mindig Donizetti operánál vagyok. Kérem lássa, a harmadik kérdés. A. Zoé a vadlány, avagy B. Betli, avagy a svájci kunyhó. Már megint ez az a vagy. Hogy a micsoda? A Betli az mint egy név, hogy B-E-T-L-Y. Betli, avagy a svájci kunyhó. Azt úgy mondják, hogy Betli. Micsoda? Avagy a svájci kunyhó. Ja, kunyhó, ezt nem értettem.
Tehát a Zoe a vadlány, vagy Betlik, avagy a svájci kunyhó. Én nagyon szeretném, hogy létezzen a Zoe a vadlány, mert érdekelne a cselekmény, de a Betli név gyanús, hogy az valódi, mert ilyen nem talál ki Dániel. Ez az okoskodás a vonalat. Úgyhogy a Zoe sajnos szerintem létezik. És nem, a Zoe nem létezik, a Betli létezik. Igen. Betli létezik, Zoe a vadlány nem létezik, szerintem. Igen, én is szeretném, hogy a Zoe létezzen, de még nem született meg, úgyhogy ő a hamis. Most én is az avagyosnak szavaznék bizalmat, úgyhogy az A hamist mondanám én is. Ezek után az Attika, egy lehetőséget van, nem utoljára mondani. Ez a svájci kunyhó, ez ilyen mindenni átalakítható sátor, vagy mi? Igen. A konzervet is kinyitja, és van rajta Bluetooth. Én azért annyit elárulnék, hogy Donizetti, tehát egy olasz ember ír, csak így mondom. Tehát, hogy svájci kunyhó, vagy vadlány. Jó, hát Tel Vilmos, hogy hírt operát, hát most ennyi erőve. A Rosszini. Az a Rosszini volt, de nem baj. Majdnem. Jó, van tudom. Szóval állam is. De svájci. Negyedik kérdés. Nem mondott a Barbara semmit. Ja, már elaludt. Én ugyanazt szeretném, hogy Zoe a vadlány, az sajnos az nincs. Értem. Negyedik. Vagy hát valakinek van. Negyedik kérdés, Leon Cavallo operát keresünk. A. Add kölcsön a feleséged. Igen? Avagy B. Az árnyak éjjele. B. Nem. Ott kölcsön a feleséged, az van. Az legyen. Azt akarom, hogy kölcsön a feleséged. De ki? És kinek? Tehát Leon Cavallót keresünk, ott kölcsön a feleséged, A, vagy az árnyak éjjele, B. Biztosan az ott kölcsön a feleséged, hamis. De én annyira szeretném, hogy legyen, hogy arra szavazok, hogy az legyen, úgyhogy az árnyak éjjele hamis szerintem. András? Én azt mondanám, hogy az A hamis, bár ha Leon Cavallo így akart skalpokat gyűjteni, akkor nem rossz próbálkozás, de... De azt hiszem, hogy ez az A hamis inkább, én azt gondolom. Ha már itt tartunk, kiadja kölcsönbe. No. Nekem nincs feleségem. De ha lesz, de most az opera beavató Facebook odánk nézőit kérdezted, ugye, Ati? Igen. Az a baj, hogy kommentbe fog érkezni Attila. Egyébként senki nem tudja. Jó próbálkozás, jó próbálkozás. Írjál Zoénak. A vadlánynak. A vadlánynak. Valami leesett. A tantusz. Na, tovább. Mehetünk tovább? Menjünk. Ötödik kérdés. Ez szinte egy Leon Cavallo opera. A. Lucanus, avagy a tatárok dombja. Lucanus. B. Még egyszer, B, avagy a tatárok milyen? Dombja. Dombja. Lucanus, avagy a tatárok dombja. Ez nagyon és B. Úgy. Mit? És B, ez kinek a harisnya kötője? Ez a B cím, hogy ez kinek a harisnya kötője? A kölcsön kapott feleségnek a harisnya kötője valószínűleg. Ez a folytatás. Folytatásos. A kölcsön kapott feleség visszatér. Reloaded. Nem, sajnos ez a harisnyakatős, ezt nem veszem be. A B a hamis. Lucanus kell. Lucanus. Van a tatárok, mert dobjuk. Hát az egy nagy sík. Ezt meg tudom kérdezni, ezt kinek a harisnyakatős. Tatárok dobja. Hát ilyen maraságot nem áll. Én azt értettem, hogy a tatárok rúbja. Lombja. Nem, dombja. Domb. Jó,
Mit értette Barbika? Én az ott mondanám, hogy klubja, azt mondom. A tatárok klubja. Nehogy már legyen ilyen, hogy a tatárok klubja. Klubja! Na, megvan mindenki? Nincs, Attila. Nem. Hát, a tatárok klubja, az nincsen. Én a harisnya köpülre szavaztam, mert Lucanus, vagy a tatárok dombja érdekelne jobban. Azt szeretném. Akörül, ahogy izgalmasan pereg a cselekmény. Körbejárják a dombot, lefutnak, főmennek. Hát igen, mondjuk ezért. Lehepergőznek, felgurítanak egy nagy követ. Körbe lovaglanak. Minden van. Na, le a csikótojást. Kérem Alásan, az első kérdés... A Donizetti opera a San Domingo szigeti dühös ember, vagy Csoda Cremonában, kérdésében a B volt a jó válasz, mert a San Domingo szigeti dühös ember az egy Donizetti opera. Klári életében először nem találta el, amit kitaláltam. Ezért ezt hangsúlyom. Ez nagyon durva vagy. Második. Az éj harangja vagy Ricardo, vagy a kutya esete, kérem a B a jó válasz, nincs Ricardo, vagy a kutya esete. Na, hála Istennek. Valami. Ó, de szomorú vagy. Mindenki egy ponton áll. Következő, A. Zoé a vadlány, vagy Betli, vagy a svájci kunyhó nevezető Donizetti opera. Kérem szépen, a Zoé a vadlány nincsen. Sajnos, ezt is megírom Atikának. Igen. Ez az! De Donizetti a Betli vagy a svájci kunyhót azt bizony megírta. Aztán a negyedik kérdés az add kölcsön a feleséged, vagy az árnyak éjjele Leon Cavallo. Azt kérem szépen a B nincsen az árnyak éjjele, hanem add kölcsön a feleséged. Még nyerhet. Úgyhogy Leon Cavallo azt írta. Kéne a őrületes versenyben Pali, Klári és Barbie között. Mindent eldöntő kérdés. A. Lucanus, vagy a tatárok dombja, vagy B. Ez kinek a harisnyak kötője? Kérem szépen, A. Lucanus, vagy a tatárok dombja nincsen. Ez kinek a harisnyak kötője van? Ne! Pályát! Ezt te találtad ki a klubját! Akkora X lett, mint a ide Lattháza. Na, itt mindenki! Följöttem a végére. Rengeteg fordulat után, de végül is kiegyenlítődött a mezőny. Óriási! Úgyhogy a játékosok valamennyien nyertek a Nyinyerni a mai adásában, nyereményük egymás társasága, amelyet meg is értem. Köszönjük, hogy mai képet választottak. Reméljük, hogy lesz még alkalmunk találkozhatni. Bucsi Panni hűlt helyével búcsúzunk. A következő. Viszont jó étvágyat kívánunk! Nyinyer nya!